Na, sziasztok! Itt vagyok, még mindig az erdőn. Megint egy újabb fajjal találkoztam, amit még nem sikerült levideózni. A nyári laskagomba. A nyári laskagomba kevésbé értékes, mint a késői, és világosabb színű is, meg nagyobbakra nő. Ugyanúgy elhalt fatuskókon, sokszor seregesen terem, mint a késői. A késői a sokkal kisebbre nő. Onnan lehet felismerni, ráadásul a késői ízletes ebb a... Én nélkezett belé, meg belement a herkúra tüskés geci. Ilyen erdővel vagyok most. Ott voltam föntem előbb. Jó előbb. Késsel könnyebb volt kikaparni. Akkor szedjük is fel. Neki támasztom a izének fánkát. Hogy benn leszek. Itt ilyen még vannak házak, de annyira nem. Nézzétek el. Hú, de szép. És akkor most jöhet a születelés. Hát berakom a tölcsérgombák mellé, mert a elkészítési módjuk is még hasonlít is. Szerintem az egyik is fölmondom. Hagyok itt kalapokat, főleg a fiatalkákat, hogy legyen jövőre is pórának. Ezért hagyok. A kés az élesebb, mint gondoltam. Megszoktam a másikat, csak ugye a másik az most az a baj, hogy ugye az... Inkább ezek ellen a kis nyúrgagomba, hát ez már fulti van szárazva, de ezek nagyon szép kis csoporok, itt is van alul egy. Hát, nem tudom megmutatni, hogy onnan még megmutatom majd a termést. Hú, de szépek. Nagyon szépek. Nyári laska. Vannak olyan vidékek, ahol szőke laskagombának hívják, ahogy ezt a felállt. De az nem hivatalos. Hát, ha valaki ilyet van, hogy szőke laskagomba, akkor erre a fajra gondoljon. Szőke vagy szürke, nem tudom. Itt hirtelen. Ilyet hall, hogy szürke laskagomba, akkor a nyári laskára gondoltak, mert ez a szürke. Világosabb, szürkés. Így, ez már kicsit vén, de még jó. Itt tudom, mint folyással, nagyon külön. Ilyen, nem ezt a fajtát, hanem a későnek lehet. A későnek egy továbbfejlesztett változatát lehet. Konkrétan ezt a fajt és a későit keresztezték. A későinek ugye ide, a késői azért, mert ugye a nyári az inkább csak igencsak csapadékos őkben. Terem, hát igen, azért hagyok itt pár kalapot, de mondjuk még azt a kapott el. Igen, kajon. Ugye, mert bocsi srácok, hogy így ilyen urán vagytok lerakva. Ugye, de hát nézzétek el, mert majdnem egy teliszakó gombát összeszedtem. Még csak két helyen voltam. Úgyhogy, ja, így néz ki most az ág. Nyári laska. Ugye előbb szedtem a óriási tölcsérgombákat. Azok nagyon szépen hozzák a formáikat, de ez még jobban, mert ez általában ugye, ha egyet találunk, ez egy olyan gombafaj. Egy olyan gombafaj, ami ha egyet találunk, ez inkább több. Tehát ez egyszerre nem ilyen egy-kettő jön fel belőle. Tehát ez egy olyan faj. Mert a laska az alapból... Nézzétek, itt is van egy, de ez már full vén. Full vén. Őzlábgombát azt... Idén én még... Én nagyon nem vagyok el megelégedve az üzlávgombával. Egyetlen egyet találtam, így elvétve. Ezt is tök véletlenül. Az idén még nem. Idén nem hozta a formáját a nagy üzláb. Én ezt nagyon sajnálom, hogy tényleg ugye. Nincsen. Közben megérkeztek az oliék is, úgyhogy nekik kellett mondanom pár szót azért. Ízéltem, állítottam meg a felvételt, hogy azokat ne halljátok.
gombáról, hogy mi lesz a sorsa. Ja, ez egy nagyon szép erdő, úgyhogy itt biztos, hogy kell még lennie valami. Valamilyen gomba biztos, hogy van még itt. Jó nagy erdőt találtam, úgyhogy... Hát az únyi nagy erdőnél nagyobb kiterjedés akar már elég iszik. Mi ez? Majdnem megint az a bolond tinoru. Annyi tinoru féle van. Abból is ismert vagy valami 700-800 féle. Húha! Talán ott az a fehér, az már csak ő. Remélem, hogy az őzlábgomba várjuk. Megnézzük. Na, nem dőlök be annyira ezeknek, de még azért el tud csápítani egy. Nem az. Ha innen látom, úgyhogy az... Földön van, az egy edény lesz. Ilyen kis műanyag. Itt írja. Nem. Nincs sem. Nagy őzlábgombával nem vagyok ez idén megelégedve. Idén nem vagyok megelégedve a nagy őzlábgombával. Rájjebb jövök egy picikét. Na, vargánya? Nem az lesz. Nem, a vargánya az nem. Az nem növe. Az idén nagyon... Nagyon gyenge az őzlábgomba, de talán az ott már az lesz. És akkor be tudom nektek mutatni. De akkor lehet, hogy arra inkább indítok egy külön videót. Hogyha az valóban az, az külön bemutató videóba szeretném majd nektek izéni. Mert olyan ritka lett, hogy az valami őrület. Jé, madártojás. Nem az. Az valami más gomba, de gomba. Csak nem vargánya. De ez vargánya. Ez vargánya, bazd meg. Ez egy vargánya volt. Ma elfújta a spóráját. Akkor itt lesz több is. Akkor itt kell lenni. Akkor kell lenni többnek is. A vargánya. De már nagyon meg van puhulva. Ez egy szép vargánya volt, csak ma későn értem, hogy azt megpuhult. Akkor érte pedig, az nagyon szép volt. Mert igen, sajnos az van. Nem tudok valamit csinálni. Kell lenni egy fiatalabbnak. Hol a pár? Nem egy így ki jobbat. Megpróbálom felkutorni. Itt kell lenni a párjának, mert ez vargánya volt, ez biztos. Ez biztos, hogy vargánya volt. Hát baszd meg. Ilyen nemes gombát találtam. Vargányák, baszd meg. Méghozzá ez valószínűleg a nyári. Ez egy nyári var, ez valószínűleg nyári varesz volt. Azért mondjuk a tattyút nem lenne előnyös elhagyni. Hát kár érte, megpuhult. Sajnos megpuhult, de... De attól függetlenül az már nekem nagy szenzáció, hogyha találok. Olyan ritka a vargánya. A vargánya az nincs is. Idei talán harmadik vargánya. Hé, itt van a pa... Itt van a gomba. Ez egy érdes szárú tinorú. Ez is már vén. Fuck. Nem már ez is vén, de erről a gombáról amúgy tudok egy picit többet is mesélni. És ez a gomba, ez azért érdes szárú, elméletileg, mert hogy ennek a gombának ilyen vékony ízéje van, ez egy tölgyfa érdes szárú tinoru. Hát ez a gomba is ehető és árusítható. Elvileg nagyon finom. Én már próbáltam, nagyon ízletes. Nagyon ízletes a pörköltje neki. Hát ez már egy kicsit vén. Meg azért full érdekesen néz ki amúgy. Most erre a gombáról még azt tudom elmondani, hogy ezek érdekes, mert a
Innen alól úgy írják, hogy érde száru, nem tönkű. A gombáknak ugye tönkje van, és nem száruk. És ezért érdekes, hogy szárúnak említik hivatalosan ezt a fajt. Pedig ez a gomba, ez nem szárú, ez tönk, ennek tönkje kéne, vagy tönkűnek kéne hívni. Tehát azért nem ért a tinorúknál, ez így van. Hoppá, nehogy már még egy. De ez is az volt, csak ez még rosszabb állapotban van, hogy ezt videózgatom. Egy nagyon, ez egy árusítható is. Ehető gomba. Tudja. Nem tudok vele mit csinálni, mert túl vén. Tudja. Ja, itt igazi. Hát igazi, jó gombák vannak. Ez gyakori amúgy. Tökre gyakori ez. Én már párszor találtam ilyet. Azért mondtam, hogy már próbáltam. És itt a... Itt kéne, hogy legyen a vargánya, de én még eddig nem láttam a párját. Hát ez sok feljött. Hát a baszki. Innenlől úgy írják, hogy ha egyet találunk, akkor többnek is kéne, hogy legyen. Csiga. Te valami fehér gomba. Akkor itt még kell, hogy legyen vargányának. Vargánya, bazd meg. De jó lett ne volna még találni. Az idén se a vargánya, se az őzlábgomba nem produkálta túl magát, de még vargányával is többet találtam, mint őzlábgombából. Igaztán a vargánya az már alapból sem egy gyakori gomba. Főleg száraz időszakokban. Meg itt nem volt annyi eső. Itt sokkal kevesebb eső volt. Tehát, hogyha mondjuk inkább ilyen tardos környékén néznék körül, ott lehet, hogy találnák vargányát. Ez az, amit én eldobtam. Vagy ez egy tök másik. Ez az. Hát sajnos megpuhult. Sajnos megpuhult. A vargányát aztán. Azért keresem, hogy hát, ha itt a párja, mert akkor mindenképpen hazaviszem, és még ma megcsinálom. Tihe már sajnos. Az kúva nagy lenne mondjuk ahhoz. Vagyis itt közelik találtak vargányát, úgyhogy hova teszem jönni. Főleg a fiatalabb vargikat olyan nehéz kiszúrni. Tudjuk, ahogy jövök ki innen az erdőből. Az nem az. Kicsit közelebb kell jönnöm minden ilyen. Bármilyen fehér tárgyhoz közel kell jönnöm, mert bármelyik lehet őzlábgomba. Akkor kicsit közelebbre ugye jobban látszik. Távolról maximum zoommal tudnám kitalálni. Úgyhogy vargánya. Tök jó, meg érdesszárú is volt. Hogy jó. Hát igen, mondjuk az az érdesszárú, az nem minden, hogy videóban méltó volt. Hát ja, mind a izé, mind a vargánya, mind a érdesszárú, tinorú. Sajnos olyan példányok voltak, amik nem videóban méltók. Vagy nem is ehetőek már nervének. Itt is van egy gomba. Mi lehet ez? Ez lemezes, ez nem lesz a hátra. Mert igen, azért ki vannak száradva. Ki vannak száradva a gombák. Itt egy picikét ide. Ezt lejárom aztán, utána megyek mamámmal. Nehogy itt rám sötét egyen az erdőn. Tudja. Hát jó, sziasztok!